Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra a csatornán. A mai videóban egy nagyon egyszerű koreai receptet, mégpedig csapcsit fogunk készíteni, ami egy pirított, zöldséges, húsos tészta lesz. Hogyha érdekel benneteket, akkor maradjatok velem. Lehet elsőre egy picit bonyolultnak tűnik maga a recept, de igazából nem egy túl nehéz dolog, csak mindent külön-külön el kell készíteni, és már is süthetjük és összerakhatjuk az egészet. Először is a húst készítjük el, hiszen ennek a pácban kell egy rövid ideig állnia, hogy jól átjárja azt. Amint látjátok, én serti és szüzet használtam hozzá. Ez az egyik legjobb hús, amit használhatunk, hiszen nagyon-nagyon gyorsan elkészül, és nagyon omlós és puha lesz. Én ilyen hosszú csíkokat vágtam belőle, szerintem ezek a legideálisabbak, úgymond fogyasztásra, szerintem ezek pont egy-egy kis falatot adnak ki, és pontosan illenek a zöldségek hosszú kis formájával, és szerintem így a legjobb. Most pedig egy egyszerű fűszerezést fogunk hozzá használni, amihez szójaszó, szezámolajat, fokhagymát használunk, valamint egy kevés cukrot, én barna cukrot adtam hozzá, illetve sóztam és borsoztam. Ezzel a kis fűszerezéssel jó alaposan átmaszírozzuk ezeket a húsokat, és nagyjából amíg a zöldségeket elkészítjük, félretesszük. Nem kell berakni a hűtőbe, már maradhat kint a pulton, csak fedjük le. Ezután a zöldségeket fogjuk felaprítani, amint látjátok, én jó nagy adag vöröshagymát használtam hozzá, nyugodtan használhattok lilahagymát, vöröshagymát, újhagymát, pórehagymát, akár ezeknek a variációját is, így még finomabb, még különlegesebb lesz. Illetve én kápia paprikát raktam hozzá, de bármilyen kaliforniai paprika is megteszi, akár több színű is, így még izgalmasabb, még különlegesebb lesz a recept, mind látványban, mind pedig ízében. Egyszerűen daraboljuk fel vékony szeletekre, nem kell túl bonyolítani, én egyszerűen így felkarikáztam, feldaraboltam őket. Ezután a répákat készítem elő, hogyha esetleg van julienne vágótok, azzal a legegyszerűbb elkészíteni, akkor csak végighúzgáljuk a szeleteken, és már is elkészültünk. Így késsel egy picit talán bonyolultabb, de így is megoldható, hogy vékony kis majdnem gyufa szálakat kapjunk, amint látjátok, az enyémek nem a legszebbek, de teljesen megtették, illetve a gombákat is előkészítem, amiket szintén félbevágok, majd pedig felszeletelek. Hogyha nem használtok húst, akkor nyugodtan rakhattok bele több gombát, és ezt is külön megfűszerezhetitek, ugyanúgy, mint magát a húst. Ezután egy vékony tojásos omlettet fogunk készíteni, amit nagyon sok ázsiai, illetve koreai receptben láthattok, akár külön a sárgájából, és külön a fehérjéből is készíthettek ilyen kis lapokat, és ezeket a végén fel fogjuk szeletelni. Hogyha szeretnétek, még ezt is tudjátok külön ízesíteni, de én nem raktam bele semmit. Egy teflon serpenyőben fogom elkészíteni ezeket a vékony tojás kis lapocskákat, mivel két tojást készítettem, így két lapot fogok megsütni. Az a lényeg, hogy nagyon alacsony lángon készítsük, nyugodtan le tudjuk ezt fedni, hogy szépen a gőzben elkészüljön maga a tojás. Igazából néhány percet vesz ez igénybe, de hogyha mindent így előre elkészítünk, akkor nem kell a végén kapkodnunk, hanem csak mindent egy helyre pakolni, és akkor készen is leszünk gyorsan az étellel. Látjátok, nagyon alacsony lángon készítettem, így nem ég oda, és nem is sül meg kifejezetten, inkább tényleg csak megföl magában ebben a serpenyőben. Ha készen vagyunk mind a két darabbal, akkor nincs más dolgunk, mint feltekelni, mint egy palacsintát, és nagyon-nagyon vékonyra felszeletelni, majdnem olyan lesz, mint egy cérna metélt, és ezt az ételhez fogjuk adni már az utolsó fázisban, hiszen ez már egy teljesen kész étel, és már nem kell tovább főzni, sem pedig sütni, és nem is szeretnénk, hogyha nagyon széttörnének, szétjönnének, úgyhogy tényleg csak az utolsó pillanatban kell hozzákeverni a kész ételhez.
Hogyha mindent előkészítettünk, tehát a tojást és a zöldségeket is feldaraboltuk, akkor már igazából nincs más dolgunk, mint elkezdeni lassan a húsnak a sütését és ehhez való különböző dolgoknak a hozzáadagolását. Én egy forró kukuszzsírral kikent wokban fogom az egészet készíteni. Egyszerűen a nagyon felforrósított serpenyőbe a bepácolt húsokat beledobálom, és tényleg nagy lángon gyorsan egy ilyen kis kérget sütök a húsokra. Nagyon fontos az, hogy ne kis edénybe készítsük, hiszen ezeknek a húsoknak pirulniuk kell, és nem főniük, és hogyha egymásra lennének rakva, akkor igazából csak leveteresztenének, és nem igazán tudna ez elpárolódni. Majd pedig, hogyha a húsok kaptak egy pici kérget, akkor egyszerűen a gombát is rá lehet dobni. Én azért szeretem a hússal együtt készíteni a gombát, hogy az is jól átvegye ezt a zamatos, pácos ízt, és szerintem így a legfinomabb. Amíg a hús készül, elkészíthetjük a tésztát is. Én kifejezetten az eredeti recept szerinti édes burgonya keményítőből készült ilyen koreai üvegtésztát használok. Ezt ilyen nagyobb ázsiai boltokban, illetve online is megtaláljátok, de szerintem bármilyen másik üvegtésztával is nyugodtan el tudjátok készíteni ezt a receptet. Kézzel át szoktam alaposan mosni, hogy ne maradjon rajta keményítő, amitől összeragadnának a szálak, és ugye teljesen megnehezíteni a feladatunkat, úgyhogy jó alaposan átmosom hideg vízzel, majd pedig összedarabolom ollóval. Igen, ezt én is online láttam, hogy célszerű ezeket a tésztákat eldarabolni kisebb darabokra, mert nagyon-nagyon nehéz lenne kiszedni úgymond a kész ételből, de így egy picit megkönnyíti a feladatunkat. Hogyha átmostuk és át is daraboltuk az egészet, ezt is külön meg fogjuk ízesíteni. Ismét egy evőkanál cukrot teszünk hozzá, egy kevés szezámolajat, valamint egy evőkanál szójaszószt, és ezt a kezünkkel egyszerűen belemasszírozzuk a tésztát. Az olaj lehetővé teszi azt, hogy ne tapadjonak össze a tészta szálak, és egy kellemes alapízt ad neki. Ez idő alatt, hogyha elkészült a hús, illetve a gomba, akkor ezt is hozzáborítjuk a tésztához, és alaposan belekeverjük. Ugyan ebben a wokban fogjuk készíteni a zöldségeket is, úgyhogy igazából csak mindent külön-külön el kell készíteni, és egy nagy edénybe összekeverni az összes hozzávalót. A wokba jöhet a vörös hagyma, és ezt egy kicsit nagyobb lángon megpirítottam. Hogyha szeretnétek, ezeket a zöldségeket is tudjátok külön ízesíteni, sózni, borsozni, majd pedig egyszerűen hozzáadtam a többi zöldséget, a paprikát és a répát. Azt kell tudni, hogy ha a répa már kellemesen puha, roppanós és nem kemény, akkor igazából elkészült maga ez a zöldséges rész is, úgyhogy célszerű a répát ellenőrizni. Hogyha picit vastagabbra vágtátok, mint én, akkor alacsonyabb lángon lefedve tudjátok készíteni, és csak a végén rátekerni picit a lángot, és megpirítani a zöldségeket is. Én még egy kevés szójaszószal átkevertem ezeket a zöldségeket, és igazából már ezzel is készen voltam, és nincs más dolgunk, mint összeborítani a tésztát a zöldségekkel, és jó alaposan összekeverni ezt is. Végül egyszerűen hozzáadom a kis tojás szeletkéket, amit szintén belekeverek ebbe a tésztás részbe, majd pedig egyszerűen megszórom egy adag szezámmaggal, amit megint csak belekeverek, és a végén a dekorálásnak is szórok egy keveset a tetejére. Én nagyon szeretem benne a szezámmag ízét, illetve állagát, úgyhogy én extraként minden tányérnak a tetejére is szoktam szórni még belőle. Ez alapvetően egy pirított szezámmag, úgyhogy nagyon-nagyon finom, ilyen magvas íze van neki, én nagyon szeretem tényleg. És nincs más dolgunk, mint kitálalni még forrón, melegen az ételt. Szerintem nagyon-nagyon finom, különleges, ilyen pirított ázsiai tésztás jellege van. Nagyon finom maga a hús, hogy be van pácolva, és nagyon finom az íze, illetve ugye a sertés szűznek nagyon puha, omlós az állaga. Úgyhogy én ezt egy nagyon finom receptnek tartom, úgyhogy próbáljátok ki nyugodtan, szerintem nektek is tetszeni fog. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és megnéztétek a receptet. Tudjátok, hamarosan még több új videóval érkezem, de addig is. Sziasztok!